Ismét több tízezer demonstráló lepte el Bangkok utcáit vasárnap. A tüntetők a korábbi megmozdulások hatására kiírt előrehozott választások ellen tiltakoztak, és továbbra is a kormány lemondását követelték. A legnagyobb ellenzéki párt szombaton jelentette be, hogy bojkottálja a február 2-ára meghirdetett szavazást, és ezzel újabb lendületet adott a már elcsendesülőben lévő korábbi demonstrációknak. Nem támogatjuk a választásokat. Azt akarjuk, hogy az országban még a választások előtt reformok legyenek. Ezért, ha befejeztétek a vacsorát, akkor azon a helyen fogunk sátrakat verni, ahol a jelölt a választásokra regisztrálja magát, szólította fel híveit Szutep Taokszóban a tüntetések vezetője. Az ellenzék hívei hónapok óta követelik a kormány távozását, azt állítva, hogy a demokratikusan megválasztott vezetés valójában a táj kormányfő, Yingluck Shinawatra bátyja, a 2006-ban katonai puccsal eltávolított Thaksin Shinawatra irányítása alatt áll.